33 ember meghalt egy japán rajzfilm stúdióban, amelyet délelőtt felgyújtott egy férfi. Sokan megsérültek, többek állapota válságos. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért gyújtogatott a férfi. Szemtanúk szerint plágiummal vádolja a stúdiót. Sűrű fekete füstdől délelőtt a kiotói rajzfilm stúdió épületéből. A lángok helyi idő szerint 10:30-kor csaptak fel, miután egy férfi berontott az épületbe. Benzint locsolt, aztán meggyújtotta. Mintegy 70-en lehettek a stúdióban. Pár embernek sikerült kijutnia, de többen meghaltak, illetve megsérültek. A tűz hevesen égett, a lángok kicsaptak az ablakokból, mondta egy szemtanú. Voltak, akik robbanást hallottak, mielőtt felcsaptak a lángok, amelyek gyorsan tovább terjedtek. Egy másik szomszéd arról beszélt, hogy a sérültek bőrén volt valamilyen anyag, így szállította el őket a mentő. Ez a szemtanú pedig arról számolt be, hogy a tűzoltók betörték a WC ablakot, így húzták ki az ott lévő nőket. A támadó miután tüzet gyújtott, elmenekült, de maga is megsérült. Állítólag azt kiabálta az alkalmazottaknak, hogy halljanak meg. Úgy tudni, hogy a cég munkatársai üldözőbe vették, nem volt a rajzfilm stúdió alkalmazottja. Egy szemtanú szerint plágiummal vádolta a céget. Úgy láttam, hogy fájdalmai vannak, de az arcán düh, sőt harag látszott. Valami olyasmit mondott, hogy plagizálták a munkáját, mondta egy közelben lakó szemtanú, aki nem vállalta az arcát. A 41 éves elkövetőt jelenleg kórházban ápolják. A rendőrség szerint nincs kihallgatható állapotban. A hatóságok késeket is találtak a helyszínen. A japán kormányfő szerint a gyújtogatás annyira visszataszító volt, hogy nincsenek rá szavak. Abe Shinzo részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A Kyoto Animation nevű céget 1981-ben alapították. Az így gyártott rajzfilmek rendkívül népszerűek a fiatalok körében. A stúdió elmondta, az utóbbi időben több fenyegető levelet is kaptak.